beköltözés után a kolónia behúzódott a párás fészek részbe. Formikárium kifutó részébe már többféle élelmet tudunk felajánlani a hangyáknak, mint korábban a kémcsőbe, és a takarításuk is könnyebb. Ebből következik, hogy dinamikusabban tud majd fejlődni a kolónia. Etetéskor megfigyelhetjük, ahogyan az első dolgozó megtalálja az élelmet, majd értesíti a társait, és hamarosan ellepik az etetőt. Láthatjuk, hogy egy szárazabb szemetes kamrát is kijelöltek, ahová az elhullott társaik tetemeit gyűjtötték. Ha elkoszolódik a kifutó, nedves vattával és csipesszel moshatjuk fel a koszos padlót. Megfelelő tartás mellett megfigyelhetjük, ahogy hétről hétre gyarapodik a kolóniák. Ez idő alatt rendszeresen etessük őket, legalább heti két alkalommal, illetve vizet is kapjanak. Párásítsuk a fészeknél lévő szivacsokat, de akár egy külső itatócsövet is tehetünk a kifutóba, vagy csatlakoztathatunk rá külső itatópipát. Fajtól függően ez a formikárium akár élethosszig is elég lehet a kolóniánknak, a legtöbb faj azonban hónapok alatt kinőheti. Ennél a kolóniánál a legutóbbi kelés óta már az etetés is nehézkessé vált, mert folyamatosan ott sorakoznak a dolgozók a tető körül. Nem hiába, a rovarok is tanulnak. Megtanulják, hol nyílik a farm, és azt is, hol szoktak enni kapni. Ezen a problémán segíthet ugyan a szökésgátló olaj, de pár hét alatt az a réteg is kiszárad vagy elpárolog a felületről, ha nem ismételjük rendszeresen. A fészek részbe is nehezen férnek már el, és ha megnézzük a fiasítást, akkor láthatjuk, hogy mennyi dolgozó fog még kikelni a közeljövőben. Ha tehát már így belakta a kolóniánk az L-alakú farmot, akkor készen állnak az átköltöztetésre egy nagyobb formikáriumba. Kattints a következő videóhoz!